indításként, bár viszi az időt, a hallgatóknak én már több mint egy évtizede mindig ezzel a mottóval szoktam indulni. Napjainkban sokkal inkább, mint bármelyik történelmi korban érezzük, hogy az emberiség keresztúthoz érkezett. Az egyik út a végső elkeseredésbe és az abszolút reménytelenségbe vezet. A másik a tökéletes pusztuláshoz. Csak imádkozni tudunk, hogy elegendő bölcsességünk lesz, hogy jól választassunk a kettő között. Ez nagyon sokáig kedves, vicces dolog volt, amiután el lehetett kezdeni az előadást, ma egyre inkább érzem, bocsássanak meg, ez sajnos igaz. És akkor átugorva, átugorva fóliákat, mert rövid az idő, közben egyébként részben itt, ebben az épületben filozófus is lettem, és amikor elolvastam Pláton államát, szembesültem Szokratésznek egy Szokratésznek hivatkozó mondással, ami nagyjából úgy kezdődött, hogy alapítsunk a társával beszél, alapítsunk a legeslegelőről egy államot. És elindul egy gondolatmenet, mely gondolatmenetben azt veti föl egyébként, megkérdezve a társát, hogy vajon mikor készít, hogyan készíthet valaki tökéletes terméket? Ha nagyon sokfélét kell készíteni, vagy ha csak egyfélét készít? Hát persze akkor, ha csak egyfélét készít, és innen kiindulva rajzolja föl az állam fejlődését, a társadalom növekedését. Hol van az igazi probléma? Az egész társadalom cserén alapul. A csere mindenkinek jó, megkapom azt, amit ehhez hozzá szeretnék jutni, a másikkal, másiknak ezért fizetek valami, ami neki jó. Van azonban itt egy nagyon súlyos probléma, ami a társadalmak, és egyébként, bocsánat, a társulásuk alapvető problémája, a szociális dilemma, és mindjárt megjelennek a potyautasok. Jó másokkal cserélni dolgot, bocsánat, a házasságban mit csinálunk? Hűséget ígérjünk, és ezért hűséget akarunk kapni. De mégiscsak valakinek eszébe jut, hogy potya örömökre tegyen szert, és csal. Ez megtörténik nem csak ebben, sok minden másban is. Nézzük meg, hogy ennek mik a következményei. Amit látnak kivetítve, ez tulajdonképpen egy fizikus barátom csinálta meg, azt a gondolatot, a potyautasság következményét mutatta be, a jöbetű azt jelenti jó, együttműködő, a röbetű azt, hogy rossz, csaló, potyautas, a mő pedig azt, hogy magányos. A társadalom onnan indul, ahol mindenki egyedül termelek, egyedül fogyasztok, nem foglalkozom másokkal. Majd kezdem felfedezni, hogy de jó együttműködni. Látják, terjed el lassan a sárga. Igen ám, de hogy sokan lesznek együttműködők, megjelennek benne a potyautasok, akik rájönnek, hogy ez nagyon jó lehet. És ahogy lassan terjednek, úgy látják, hogy egyre lassan mindenki potyautas lesz, és a végén az emberek visszaáll a régi rendszer, tehát minden szétesik. Vagyis a társadalom fejlődésében, amit meg kellene oldani, hogyan lehet az embereket rávenni arra, hogy betartsák a szabályt, hogy ne legyenek potyautasok. És tulajdonképpen ezen a logikán épül fel a társadalom, innen indultunk kicsiben, és jutottunk. Bocsánat, ami most van, ez is fizika, de most már a konkrétumoknál tartok. A kérdés, hogy hogyan lehet rávenni az embereket, hogy együttműködjenek és a társadalom nőjön. Három dolgot vizsgálnak meg, az egyik esetben nem lehet büntetni. Mint látják, ha nem lehet büntetni, az az alsó, legfeljebb csak egy nagyon pici közösség, csak társulás maradhat életben, egy család, egy bővített család. Amikor meg lehet büntetni azt, aki engem becsap, az úgy történik, hogy becsapott, na te akkor puf neked, akkor lehet látni, hogy nagyobb közösség tud együtt maradni. A legérdekesebb az, hogy a közösséget akkor lehet egyben tartani, ha kialakul benne egy olyan szabály, ez a tulajdonképpen a törzsben a norma. A kívánatos szabály, amit mindenkinek be kell tartani, de mindenkinek be kell tartatni. Ha tehát te látod, nem téged csaptak be, hanem valaki mást, de látod, hogy valaki valakit becsapott, akkor azt, aki becsapott, te bünteted. De hát ugye tudjuk büntetni, költséggel, idővel, stb. Jár, de kis közösségben ez a dolog jól működik.
Ez a közösség a törzsekben a norma, és ez azt fogja jelenteni, hogy a közösség, mint látják, nőhet tovább. Van azonban itt egy nagy probléma, tovább növekszünk. Előbb-utóbb a norma elégtelenné válik. Azért válik elégtelenné, mert amíg kicsi a közösség, tulajdonképpen mindenki számít arra, hogy őt, hogy is mondja, megfogja valaki, ha csalni akar. Úgy is meg fognak látni, akkor úgy is meg fognak büntetni, hagyom ezt, inkább nem, vagyis ritka az, hogy büntetned kell. De ha megnő a közösség, és egyébként éppen ennek eredményeként nő meg a közösség, egyre több lesz az idegen. És ha egyre több lesz az idegen, akkor először megjelennek a másodrendű potyautasok. A másodrendű potyautas az, aki maga betartja a szabályt, de saját pénzen, ha nem őt érte a zaklatás, nem büntet. Gondoljanak bele, ha a házunk elé oda csinál, bocsánat, egy kutyus, akkor oda megyünk, hogy vigye el. De ha idegen városban, idegen ház elé, idegen ember, idegen kutyája, akkor na hát, micsoda emberek vannak, és megyek tovább. De mi a következmény? Tele van a város, bocsánat, kutyak, aki van. Vagyis a másodrendű potyautasok miatt is fölbomlik a társadalom. Tehát ott tartunk, ha tovább, ha növelni akarod a társadalmat, és tudjuk azt, hogy a növekvő mérete, hogy is mondjam, nagyon előnyösek, stabilabb a társadalom, ellenálló, az innováció inkább szabadul a sokféle társadalomban is születik és megmarad, valamit ki kell találni. Az ember Kahneman nevű Nobel-díjassá vált, közgazdasági Nobel-díjassá vált pszichológus, tudom, a mondást, az ember ugyanúgy képes a gondolkodásra, mint a macska az úszásra. Megteszik, ha rákényszerül, de jobban szereti nem megtenni. Bocsánat, ezt most arra használom, hogy ha rákényszerülünk, akkor találékonyak vagyunk. Először kitaláljuk, de ezzel nem foglalkozom sokat, bár nagyon lényeges, a morális és büntető isteneket. Vigyázz, hogyha csalsz, mert látnak és meg fognak büntetni. És az emberek egy picit összeszedik magukat, és a társadalom megint nőhet. De rádöbbenünk arra, hogy az emberek már csak olyanok, hogy őket az Isten sem riasztja el. Tehát valamit ki kell találni. És akkor kitalálunk egy egészen újfajta büntetést. Az előző a törzseknél ezt úgy hívják, hogy peer punishment. Vagyis az emberek, akik ismerik, azok. Itt meg kitaláljuk a pool punishmentet. Az a következő van, összedobunk pénzt, fölveszünk embereket, akik figyelik, megbüntetik, elkapják azokat, akik csalnak. Vagyis tulajdonképpen rákényszerülünk, hogy kitaláljuk az államot. Ennek az folyamatnak az eredményeként a társadalom egyre nőhet. Amit mutatok, a kutatók egy ideig nagyon szépen egymásra skatujázott közösségek alakulnak ki. Ez a Dunbar, Robin Dunbarnak a modellje. Majd az érdekes az, hogy amikor túllépünk az 500-at, a 150-es szintet, akkor a társadalom csak ilyen, ha úgy tetszik, mesterséges szabályokkal tartható egyben. Na. Ugrok. Most már közeledve sajnos, a témába, fokozatosan kialakul a kormányzás első, én így nevezem, kormányzás első ciklusa. Indul azzal, hogy szuverén egyének vannak, és a szuverén egyének lassan összeállnak törzsé. A törzsben mik a szabályok, oldják meg a problémákat? A törzs valamennyi résztvevőjének jelenlétével. Az antropológusok leírják egyik kedvenc könyvem, a zöldfülű antropológus kalandjai, hogy néz az ki, hogy kinnál mindenki, és akkor a vitázó feleknek bekiabálnak, hogy ne beszélj neked, büdös a szád, meg te ilyeneket,
És valahogy elérik az, hogy nem azt keresem, kinek van igaza, hanem együtt kell nekünk valahogy élni. A kis törzsekben ez nagyjából jól működik, ahogy a közösség megnő, ez így tovább nem megy, és előbb-utóbb eljutunk addig, és ez a vége, hogy kialakulnak az államok. Királyság, ahol van egy valaki, először valaki meghatározza, hogy mi van, pont. Amikor eljutunk oda, hogy nagyméretű, letelepedett társadalmak lesznek és városok vannak, tulajdonképpen kialakul az államban egy központosított, centralizált adminisztráció, amely azokat a problémákat, amelyek fölvetődnek, valahogy megoldja. Így jutunk el tehát az államig. Nagy Európában alakul az ki, hogy kialakul a Westfália békét követően a szuverén állam, amelyik alapja lesz ennek a bizonyos második kormányzási ciklusnak. Nekem ez azért fontos, hogyha nem lett volna világos, mert oda akarok eljutni, hogy a Föld elérkezett oda, az emberiség elérkezett oda, hogy valamiféle központi kormányzás kell, valami olyan funkció, ami mindazokat a problémákat, amikről is szó volt, valamilyen értelemben megoldja. Tehát kialakultak ezek a szuverén államok, és nagyjából úgy működtek együtt, mint régen a szuverén egyének, összejöttek, összeverekedtek, és így tovább. És a történelem folyamán egyébként minden ilyen nagy háborúk után, a napoleoni háborúk után, első világháború és így tovább kialakultak olyan rendszerek, már azt hiszem a Westfália béke után is, hogy nem menjetek egymásnak állandóan, üljünk össze és beszéljük meg inkább, hogy mi van. Egy ideig működtek és aztán újra elindult. Hogy gyorsan haladjak előre, így jutottunk el tulajdonképpen a második világháború utánig, amikor volt ugye két szuperhatalom, kialakult az ENSZ, egyre növekvő számú állam volt, egyre növekvő számú vállalat lett a később erről, erre akkor korábban nem gondoltak, ha megnézik a legnagyobb gazdasági entitások sorrendjét, abban nem az első, de tulajdonképpen a túlnyomó része vállalat, tehát ma egy globális vállalatnak nagyobb a vagyon, amit Magyarországnak, és így tovább, és az ő, hogy is mondjam, őt is valamiképpen itt figyelembe kell venni, nemzetközi intézmények vannak, kialakult annak a rendszere, hogy hogyan kezeljük ezeket a problémákat. A probléma csak az lett, hogy a világ közben alapvetően megváltozott. Milyen problémák is vannak ma? Egy. Kialakult... Kialakult egy komplex és szorosan csatolt rendszer, amiben a válságok teljesen természetesen, amikor is valaki külön elő akarná idézni, létrejönnek. A kettő. Ez a szorosan csatoltság az emberiséget egységbe kapcsolta. Egy példát hagy mondjak erre, és ez utal tulajdonképpen az eddigiekre is. A CNN-nek volt régen, reggel azt szoktuk nézni az asszonnyal, egy hirdetés egy évtizeddel ezelőtt. A kínai középosztály életszínvonal jelentősen megnő. Emiatt a világpiacon az élelmiszerárak megnőnek, emiatt Afrikában éhséglázadás tör ki, emiatt az olajkitermelő részeken félnek a terrorakcióktól, és fölmegy az olaj ára, emiatt Amerikában kevesebb autót kezdenek vásárolni, emiatt Dél-Amerikában az autógyárak kénytelenek embereket elbocsájtani. Itt elindultunk egy jó dologtól, és lehet látni, mi van. A lényeg, ugye ezt így szokták kifejezni, a világ olyan lett, mint egy nagy dob. Bárhol ütöm meg, mindenütt megremeg. Innentől kezdve egyébként, ha valaki azt mondja, hogy szuverén állam, nem értem, hogy miről beszél. Régen a világ valóban falu volt, aztán hogy is mondjam, társasház lett, de most társbérletben lakunk, és bocsánat, bemásznak a hálószobába, és így tovább, tehát ez egy egészen másik világ. Kettő. Az emberiség felérkezett a életgörbe, életgörbének a felső szakaszára.
A fejlődés szükségképpen lelassul fönt, és ehhez mindenkinek alkalmazkodni kell. Egyéni életünkből tudjuk, a vállalatoknál tudjuk, hogy az életgörbe szakaszváltásait válságok kísérik. És akkor ez a környezetvédelemmel kapcsolatos, biztos hallottak, új föltörténet, az antropocén korszakhoz érkeztünk el, aminek mi is a lényege, hogy az ember hatása a környezetre és a világra ma nagyobb, mint bármelyik más természeti, élő természeti dologé. Tehát mi határozzuk meg a világot, hogyha válságokkal találkozunk, akkor az, bocsánat, a saját tevékenységünk néz vissza. A problémát az jelenti, hogy, ebben a helyzetben központi kormányzásra volna szükség, de azok, akik arra hivatottak, hogy ezt megoldják, politikusok és mások és az intézmények, nem tudják kezelni. Nem beszélek arról, hogy ők esetleg rossz emberek volnának, egyszerűen a válság miatt idő horizontjuk leszűkül, nekik is, meg az embereknek is, a polarizáltság nő, párbeszédre egymással képtelenek, és mindenütt elkezd hatni, biztos ismerik a maga. Még Amerika Great Again, erre formáltam ki a tema újnak. Tegyük magunkat újra nagyjá. Mindenki ezt a stratégiát kezdi követni, ezt most csak azért mondom, mert ha arra vársz, én most azt mondom, más kérdés, hogy ezt elviszik-e, hogy majd a politikusok végre ráébrednek, és akkor majd nem nagyon lehet ezt várni. Ami problémát jelent nekem még, amiről nem szoktak beszélni, a tudományi zavarban van. Lerövidítem, csak a végét mondom. A tudományt ugyanúgy megzavarja, a szokásos tudományokat, az, hogy a világ összekuszálódott. Olyan, hogy közgazdaságtan, tiszta, nincs. Nem vagyok teljesen közgazdász, ha itt van valaki, lehet, hogy engem megver, mert mi van? Van ökológiai közgazdaságtan, viselkedési közgazdaságtan, narratíva közgazdaságtan, és van a politikával egybefonódó közgazdaságtan, ugye ez a mostani Nobel-díjasoknak a könyve, jó közgazdaságtan nehéz időkre. Vagyis valaki itt az előző előadás után mondta, hogy hol vannak a szakemberek, még ha volnának is szakemberek, saját szűk szemszögükből közelítik meg, és ez kevés. No, akkor mi a túróra volna szükség? Bocsánat, a hagyományos megoldás, amire várunk, az az, hogy majd összeáll egy világkormány, és akkor a világkormány teszi a dolgát. Ez a globális modell, amit annak idején kidolgoztak, életemnek nagy élménye volt, amikor a 70-es évek végén, lehet, hogy éppen ebben a teremben, de lehet, hogy az ELTE-n végigcsinálhattuk a szimulációkat. Volt egy ötlet, mi van, hogyha felfedeznek még több olajat? Na, vegyük akkor be, a vége mindig az van, hogy a dolgok összeomlanak. Az állításom az, és az iránt kérdem, kellene egy ilyen globális modell, ami részleteiben mutatja, hogy a Föld hogyan változik hosszú távon. És akkor válaszolni lehet arra a kérdése, ha valaki fölteszi azt, hogy na mi van akkor, hogyha kevesebbet fogyasztunk, ha ő ezt csinál, azt csinál, amazt csinál, meg lehet rajta nézni. Hozzáteszem, ez egyébként a politika számára is új helyzetet teremt, mert akkor az a vita, ami itt Magyarországon folyik, hogy emeljük föl, adjunk több pénzt, stb. Megnézhető volna, hogy mi történik. Látom, a szemekkel esetleg ez magukat, hogy is mondjam, elijeszti, és akkor még nem beszéltem, hogy ennek a rendszernek a fölépítésére és működtetéséhez valahogy a mesterséges intelligenciát is be kéne kapcsolni, pusztán azért, mert ez a modell nagyon bonyolult. Amin korábban átfutottam, ez a növekedés korlátai, ott mondjuk 15-20 tényezőt kellett összehangolni. Itt most arról beszélünk, hogy 1200, 1500, 3000 tényezőt kéne összehangolni, és ez bizony az ember számára meglehetősen nehéz. Mi az, amit én tehát a globális kormányzás címszóval tulajdonképpen ajánlok, vagy amit vizionálok? Létrejönne egy ilyen globális modell, és ezen a globális modellen lejátszható
végigjátszható, hogy na mi lesz akkor, ha minden marad így, ha ezt teszem, ha azt teszem, ha amazt teszem. Nagyon érdekes lesz, mert így lehet látni azt is, hogyha valamelyik hogy földrész, elképzelhetetlen ez persze, de képzeljék el, mondjuk egy ország azt mondja, hogy ő nem támogatja a minimális adót. Nagyon egyszerűen ezt látják mások, és akkor azt mondják, hogy hát akkor mi téged így ítélünk meg. És akkor azt látja, hogy kvázi megbüntetik, majdnem úgy, ahogy ez a törzseknél volt. Azt gondolom, időm lejárt. Azt szeretném az egészből tehát kihozni. Nem. Azt szeretném tehát kihozni. Hagyományos értelemben vett globális kormányzás nem hiszem, hogy létre fog jönni. A szónak abban az értelmében, hogy választunk, és akkor egy globális kormány fogunk választani. De azt a funkciót, amit a globális kormányzástól elvárunk, hogy legyen egy olyan modellünk, egy olyan koncepció, ami az egész Földet képviseli a részekkel szemben, ilyet meg lehet csinálni. A modell mögé mozgalom képződhet, és ne adj Isten, még pártok is létrejöhetnek, amelyek képesek hatni országon belül és mások ezekre a dolgokra. Tehát, amikor globális kormányzásról beszélek, akkor ennek az első és legfontosabb lépése valamiféle ilyen globális modell létrehozása, amely részleteiben képes tükrözni a valóságot, hosszú távon mutatja a fejlődést, folyamatosan újra az új eredmények ismeretében, történésekben frissíti magát, és amit mindenki képes arra, hogy felhasználja szimulációként. Köszönöm a figyelmet, bocsánat, hogyha túlléptem az időt.